Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, köszönteném természetesen a kollégákat is, de ennek nyomos oka van, hogy most ők miért nincsenek itt a teremben. A tervezetnél másfél órával később tudták elkezdeni a testületi ülést Budaörsön, ugyanis szerda reggel 8 és 10 óra között 120 perces munkabeszüntetést tartottak az önkormányzati dolgozók. A sztrájkkal arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy a polgármesteri hivatalokban alkalmazott köztisztviselők törvényben meghatározott béralapja 2008 óta nem változott. Az önkormányzatok csak akkor tudják emelni a dolgozók fizetését, ha az országgyűlés módosítja az érintett jogszabályt. Természetesen mindannyian szolidárisak vagyunk a köztisztviselőkkel, ezért a képviselőtestületi ülés 10 órakor fog kezdődni. Köszönöm szépen! Nem Budaörs város képviselőtestülete ellen, nem az önkormányzat és a polgármester úr és a jegyző úr ellen sztrájkoltunk. Részben szolidaritás volt, részben arról volt szó, hogy 8 éve nem emelkedett a köztisztviselő alapilletmény. Tehát hangsúlyozom, 8 éve 38.650 forint. A kormányhivatalok, a kormánytisztviselők, ők részesülni fognak egyfajta béremelésben. Az egyéb, az önkormányzati köztisztviselők nem. Cinikusan ugye az elhangzott, hogy gondoskodjanak róluk az önkormányzatok. Mi természetesen ennek igyekszünk is eleget tenni. Azt gondolom, hogy nem is a budaörsi önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők azok, akik az országban a legrosszabb helyzetben vannak, de azért őket is érzékenyen érinti, hogy 8 éve nem változott az illetmény alapjuk, vagyis az illetményük nem növelhető. Mindenféle más címen próbáljuk ezt kompenzálni minden tisztviselőnél, a portástól a polgármesterig egyébként, de hát ezek azért mégiscsak egyfajta, hát hogy is mondjam, tűzoltások. De hozzáteszem, hogy egészen kis településeknél katasztrofális a helyzet, és ez országos kitekintésben is súlyos. Számos polgármestert panaszkodik folyamatosan, ugye a Magyar Önkormányzatok Szövetségének a polgármesteri tagozatát vezetem, és ott kormánypárti, nem kormánypárti, bármilyen állású polgármesterek elmondják, hogy vannak olyanok, akik a közmunkások béréért dolgoznak. Ha ők nem lennének elhivatott megszállottjai az adott település ügyének, akkor már nagy baj lenne, de nem tudnak megfelelő kvalifikáltságú, megfelelő szakmai végzettségű kollégákat sem alkalmazni, mert ilyen alacsony bérekért megfelelő munkaerőt nagyon nehéz találni. Ez az egész önkormányzati rendszert veszélyezteti egyébként, mint minden más intézkedés, mert azért, ha ebbe belenézünk, az, hogy a kincstár kezdi majd elvezetni az önkormányzatok pénzét, hogy elvonnak milliárdokat a jól teljesítő önkormányzatoktól, hogy központosítják, államosítják az iskolákat, ez mind-mind a helyi autonómia felszámolására, gyakorlatilag a jogállam, a demokrácia alap pilléreinek a felszámolása irányába mutat. A meghirdetett munkabeszüntetés miatt közel 100 önkormányzatban nem volt ügyfélfogadás szerda reggel, a hivatalok 10 órától nyitottak meg újra.